Ez az egész kaland egyszerűen én szveszélytől volt. Hozzámentem Sonjához. Van egy gyerekem, aki tényleg kedvel. Ezt komolyan mondom, meg kell tudnom, hogy a fenébe történhetett. Szóval a homokórával megnéztem, hogyan rúgtam szét Chinook seggét, megjegyzem, gyönyörű volt, és hogy lettem Hollywood megasztárjából globális ikon. Minden tök jól ment. Egészen addig, amíg nem hagytam, hogy a hírnév elcsösszen. Akkor jöttem rá, mekkorát hibáztam, amikor láttam a kislányom, milyen rosszul éli meg mindezt. Végre megértettem azt, amit az öregénem mondogatott az emberségről meg az érettségről. És rájöttem, hogy nem válhatok olyan emberré, mint ő, ha nem élem meg ugyanúgy az életét. Szóval visszaállítottam az idővonalat olyanra, amilyen volt. Egyetlen pici különbséggel. Sonja története nem ért olyan csúfosan véget, valami alvilági kastélyban alátemetve. Mert Johnny Cage világában mindig boldog befejezés van.